A Magyar Kajakkenú Szövetség elnöke Schmidt Gábor számolt be a mai nap folyamán arról, hogy hogyan áll a jövő évi világbajnokságra való felkészülés. A szervezőcsapat készen áll, a matyéra tervek szerint épül, és már a leendő vendégek is izgatottan várják, hogy a szegedi közönség előtt versenyezhessenek. Egy legenda ma már a világban, hogy a szegedi közönség az egy olyan erő, és azt különösen nagyon-nagyon szeretik és tisztelik az országok, hogy ez a közönség, ha nincs magyar egy futamban, akkor nem csak a magyaroknak drukkol, hanem másoknak is biztatja őket. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó dolog. A legutóbbi 2011-es világbajnokságon megtelt a lelátó. Remélhetőleg most is sokan jönnek majd szurkolni. Szegeden jövőre ebben a sportákban már a negyedik VB-t rendezik, és akár csak a legutóbbin most is lesz újdonság. Például abban, hogy az elosztó szigetről folyó közvetítésben láthatjuk a futamokat. Az, hogy a televízió közvetítést átvisszük a másik oldal, ez egyben azt is fogja jelenteni, hogy a... A televízió képernyők előtt az ott lévő reményeink szerint több mint tízezer szurkolót látják részese lesz a képnek, az eseménynek, és szerintem egy nagyon-nagyon jó hangulatot fog árasztani az összes olyan kép, ami a, a versenyről készül. A 2019-es Kajakkenú világbajnokságnak már a szlogenje is megvan, ami röviden csak annyi, sikersztori. Ez remélhetőleg nem csak az eredményes versenyzést, hanem a hibátlan megrendezést is jelenti majd.